A három grafikus szak közül mi vagyunk azok, akik a hagyományos, leginkább hagyományos grafikai szak vagyunk. Tulajdonképpen a sokszorosító grafikus szakma utódai vagyunk, ugyanakkor a mai kor igényeit is figyelembe veszik az oktatásunknál, illetve a mi igényeinket is, tehát már modern eszközöket is használunk a művek kialakításánál, megalkotásánál. Nálunk van a legtöbb gyakorlati rajzóra, sokat görnyedünk a bakokon. Így mindenképpen el kell sajátítanunk a klasszikus rajzi és festészeti technikákat. Ugyanakkor ezzel sokszor ellentétes irányúnak tűnik az, hogy az absztrahációs és átírási képességeket is tulajdonképpen tökére kell fejlesztenünk, mire eljutunk a diplomáig. És hát mindenki szeretne egy egyéni stílust kialakítani, amiben a tanáraink is segítenek minket. Főleg képeket vetitek majd, mert ugye nálunk ez a fő attrakció, illetve hát ez a végterméke a munkánknak. Az anatómia oktatás az Marabás tanár úr kezében van, aki nagyon keményen fog minket. 6 órában rajzolunk minden héten, tehát ez egy tömbösített óra. Nagyon fárasztó, de nagyon hasznos tudást eredményez. Használunk csontvázakat, emberi és állati csontvázakat is. Nagyon sokszor van élő modellünk, különböző beállításokban. Nagyon sokat nézegetünk könyveket, amiket a tanár úr mutat nekünk, de megnézegetjük a régi metszeteket is, mint például az előző képen található Vesalius metszetének egy átírása, másolata. Itt látható, hogy milyen beállítások vannak, tehát azért az is látszik, hogy van némi szabadságunk, tehát lehet választani, hogy mit dolgoz ki az ember, mi érdekli jobban, ez Izsák egyik munkája. Mindenki kiválaszthatja, hogyha már jobban megy neki a rajz, akkor a szertárból is válogat, tehát hogy mit szeretne. Illetve a kötelező órák mellett a szorgalmasabb diákok elvégeznek olyan stúdiumokat is, ami nem kötelező, de tudják, hogy segíteni fogja őket későbbiekben. Krémer Zsuzsa itt például egy szoborra helyezte föl az izomzatot. Ezen kívül vannak olyan, például az Állatorvos Egyetemen is tettünk látogatást Barabás tanár úrral, ahol nagyon izgalmas csontvázakat láthattunk. Hát és említettem, hogy a tökéletes rajzi tudás mellett azért más kritériumoknak is meg kell felelnünk, ilyen az egyéni hang megtalálása a főiskolai idő alatt. Fölírtam, hogy milyen órák vannak még, amelyek rajzi órák. A tárgyábrázolás és képalkotás az a mostani elsősökkel indul. Ábrázoló geometriát, azt mi is tanultunk természetesen, ornamentikát is és tipográfiát is. És hát az egyik, számomra egyik kedvenc óra az a rajzolás-festés óra, amelyet mindenfélében más tanár tanított eddig nekünk, ami azért nagyon izgalmas, mert mindig új instrukciókat és inspirációkat kapunk az új tanároktól, akik persze nagyon jó mesterek. Itt ez már egy másfajta hozzáállást igényel. A tanárok azt várják el tőlünk, hogy mindenki egy kicsit beleadja magát, az ötleteit, az asszociációit. Ez egy olyan példa, hogy egy fotóról, hogy lehet egy képzőművészeti alkotást képezni. Különleges beállításaink is vannak, ami inspirálja az embert. Emellett Rácz Molnár tanár úr tartja nekünk a Vizuális és Tervezési Gyakorlatok című órát, ahol a különböző, inkább alkalmazott grafikába tartozó feladatokat kell megoldanunk. Itt például az állatfarm találhatunk egy illusztrációs példát, amit csoportársunk készített. Itt a legkülönbözőbb anyagokat használhatjuk, a tanár úr nagyon nyitott minden ötletünkre. Ez pedig a Móricz Barbárok novellájához készült illusztráció. És hát kollást is készítettünk a fél év alatt, nagyon különböző eredménnyel jártak. A nyomtatási technikák is egy nagyon fontos óra nekünk, mert itt találkoztunk először a hagyományos nyomdai grafikai eljárásokkal.
nagyon sok olyan technikát tanultunk, ami részmetszet, stb. Tehát a hagyományos technikák, ugyanakkor olyan technikákat is megtanítottak, amit akár otthon is el tud végezni az ember egy kis ötletességgel. És a egyéb óráink is vannak, elektronikus ábrázolást kezdtünk idéntől tanulni, festészeti technikákat tanít nekünk Barabás tanár úr, és vannak különböző elméleti óráink is, amelyek nagyon fontosak, mert ezáltal a különböző képzőművészeti stílusok, korok hátterét ismerhetjük meg, ami mindig szükséges ahhoz, hogy befogadjuk az alkotásokat. Az iskolán túl pedig voltunk művésztelepen Makón nyáron, ami nagyon izgalmas hét volt, és sokat tanultunk. Akik nem tudtak eljönni, azok pedig múzeumpedagógiai gyakorlaton vettek részt, és a tanáraink nagyon kapacitálnak minket arra, hogy pályázatokon is induljunk, amelyben ők is nagyon szívesen segítenek nekünk. Ugyanígy az egyéni munkákat is megvitathatjuk velük. Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a tanáraink egy igazi mesterdiák kapcsolatot építenek ki velünk. Szerencsére nem vagyunk túl sokan, 22-en vagyunk, úgyhogy mindenkire személy szerint tudnak figyelni. És olyan szerették volna, hogyha indulunk az OMDK-n, mégis 6-an megyünk majd Egerbe, ami egy szerintem nagyon izgalmas és jó megmérettetés. Fölírtam egy pár gondolatot, hogy miért tartom fontosnak, de tényleg azt gondolom, hogy körülbelül a diplomához hasonlóan végig kell vinnünk egy projektet, és be is kell tudni mutatni, ami biztos, hogy hasznunkra fog válni. Most egy picit minden szentnek maga felé hajlik a keze, egy pár képet mutatnék a saját OMDK-s pályázatomban, és utána Izsák is megmutatja a sajátját. De nem szívesen mondanám most el az egész történetet, mert az nagyon sokáig tartana. Inkább itt is azt írogattam fel, hogy mit kell végig gondolni akkor, hogyha az ember egy ilyen pályázaton indul. Tehát föl kell vetni egy témát, egy problémát. Végig kell járni, hogy milyen előzmények találhatóak az ember munkái között. Például ezek az objektek is az elkészült installációmnak az installációhoz vezető úton készültek. És itt látható a majdnem kész installáció kiállítva, befotózva. A jobb oldali képen pedig egy doboz látható, amely alkotó elemekből az installáció felépül. És a végén egyébként, a pályaművem végén én le is zárom ugyan a munkát, tehát elmondom, hogy milyen következtetésekre jutottam, ugyanakkor felvetem a további lehetőségeket, hogy tudnám még tovább kamatoztatni a tapasztalataimat. És most átadnám a szót Izsáknak. Üdvözlök mindenkit, Ambrus Izsák vagyok. Én általában inkább a képregénnyel szoktam foglalkozni, tehát ez érdekel a legjobban. Főleg a francia területeknek a stílusa, ami engem érdekel. Leginkább ilyen kisgyerekeknek készítek képregényeket, illusztrációt. Az iskola mellett egy gyerekújságnak is rajzolok. Az előző fél évben elkezdtük a kollázs technikát is, amit Judit említett. Ezen belül is próbáltam a képregény felé vinni ezt a technikát. Megpróbálkoztam még a tárgyaknak az absztrahálásával is, tehát itt egy lókoponyát próbáltam meg. Mostában egyre többször használom a kollázs technikát, és emiatt is ennek következtében elkezdtem egy mesekönyvet is csinálni, amit erre az OMDK pályázatra készítettem. Ez is főleg kisgyerekeknek készül, egy ilyen tengeri utazásról szól. Hát tulajdonképpen vegyes technika, tehát a kollázs mellett színes ceruzát is használtam. Hát csak így pár képben mutatom meg, még nem vagyok kész vele, csak így a tervek. Hát is így ennyi nagyjából.